Pintér László, hegymászó, szakíró, Suhajda Szilád expedíciójának sajtósa a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm a megkívást, köszöntöm a kedves hallgatókat. És hát miután azt olvastuk, hogy ti barátok voltatok, ezért engedj meg így az elején egy személyes kérdést, hogy hogy, hogy vagy te ezzel. Köszönöm, igazából nem nagyon volt meg időm ezen gondolkodni. Az elmúlt egy hét az, az, egy elképesztő nem csak hullámvasút, hanem egy óriási nyomás is volt mindannyiunkon, akik akik közel álltunk igazából ehhez a, ehhez a, projekthez, illetve hát itt a végi fejletét végigkövettük, úgyhogy hát nyilván, nyilván megrendülten, de mellett az ember próbálja az összes feladatot, amilyenkor, amikor ilyenkor ezzel jár, azt ellátni maximális profizmussal. Többször beszéltél arról, hogy, hogy egy kívülállónak ezt nagyon nehéz átéreznie, hogy milyen kockázatot vállalnak be ezek a hegymászok, főleg ugye szilárd azzal, hogy oxigénpalac nélkül indult el, de hogy ti, akik ismertétek, közel álltatok, hozzá láttátok, hogy készült föl, mindig abból indultatok ki, amiből ő is, hogy vissza fog térni, hogy nem lesz gond. Mennyire voltatok erre felkészülve, hogy ez megtörténik? Azt gondolom, hogy, hogy ezt kimerem mondani, hogy nem voltunk erre felkészülve. Tehát az nem volt opció, hogy nem tért haza. Az, az benne van a pakliban, hogy, hogy adott körülmények miatt mondjuk nem sikerül elérni a csúcsot és visszafordul. Ez mindig benne van. Szilárd egy józan döntőképes, egy rendkívül felkészült mászó volt. Ebben az esetben voltak nyilván olyan körülmények, amelyek ezt a, ezt a fajta józanságot elhomályosíthatták abban a magasságban, nagyon-nagyon nehéz tiszta fejjel dönteni, és egyébként az ottani döntéseket kívülről befolyásolni is borzasztóan nehéz, ezt is nehezen szokták általában megérteni. Úgyhogy ilyen tekintetben ez nem volt, nem volt számunkra opció. Nyilván az ember, ha ismeri a magas hegymászásnak úgy általában véve a jellegét és a kockázatait, akkor tudja, hogy van egy minimális olyan lehetőség, hogy ez benne lehet a pakliban. Ugyanakkor Szilárd szerintem élete formájában volt, tökéletesen felkészült rá. Ez egy nagyon-nagyon uh, tudatosan felépített projekt, egy ilyen mászás. Tehát ez nem ilyen random dolog, hogy az ember oda megy és megpróbálja, hogy kibírja, vagy nem. Ugyanúgy készülnek, mint egy olimpiai uh, aranyéről megkészülő uh, élsportoló. Um, patika mérlegen ki van számolva a taktika, a, a különböző akklimatizációs körök, a fizikai felkészülés, a táplálkozás, a folyadékbevitel, minden. Um, adott ö, szituációban nyilván a végén a csúcs támadás közben kell tudni megfelelő módon döntéseket hozni. Apró pici döntések vezetnek a végkifejlethez. Sajnos ezekben a döntésekben most voltak olyan döntések, amelyek, amelyeknek ez lett a vége. I Nagy, nagyon laikusként az ember ugye vagy nem érti, hogy hogyan lehet akár ekkora kockázatot vállalni, vagy azt gondolja, hogy hát biztos ott van egy ilyen ember fejében az, hogy belehalhat ebbe, hiszen előfordul az ilyen. De közben meg azt is gondolom, hogy amit te is mondtad, hogy nem gondoltatok -e erre, hogy, hogy nagyon nehéz lehetne, vagy nagyon nehéz lenne úgy elindulni egy, egy 8000 méter magas hegyre, hogy neked az van a fejedben, hogy te ebben majd lehet, hogy bele fogsz halni. Tehát, hogy az is gondolom, hogy úgy meg nem menne. Ez így van. Igazából ez is egy érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy azt azért érdemes szerintem elmondani, hogy, hogy az átlag megítélés szempontjából szerintem nagyon-nagyon torz a a megítélése a veszélyesség szempontjából. Ugyanis az van, hogyha valaki meghal, az azonnal bent van a médiában. Tök mindegy, hogy hol is, és, és ki és mi az. Még a világ túloldalán lévő hegymászó is, ha meghal a hegyen, azt megírja a média. Azt a nagyon sok ezer embert, aki, aki sikert ér el a csúcsokon, öregkort megéli, ö, ha csak nem valami iszonyat durva, extrém teljesítményt csinál, amivel világelső, az nem kerül be a médiába éppen ezért egy torszkép alakul ki arról, hogy ez egy irdatlanul halálos történet. Nagyon-nagyon fura statisztikákat olvasok, vagy rosszul értelmezett statisztikákat olvasok. Ugye elhangzott itt az, hogy 180 valahányan haltak meg az Everesten olyanok, akik nem használtak oxigént teljesen irreleváns, hogy egy oxigént nem használom mászót 6400-on elvisz a lavina. Annak semmi köz az oxigénhez. Összesen én tegnap számoltuk nagyjából 27 ember tudok, aki, aki 8000 méteren vagy a fölött vesztette életét az Everesten és nem használt palackot. 1978 óta. Tehát ha azért ezt megnézzük, 27 ember és voltak fönt 12 ezeren, mondjuk 200 valahány volt a csúcsmászó siker. Hogyha a, 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 a sikeres csúcsmászásokhoz viszonyítjuk, ez, ez, is torz egyébként, mert a veszélyességet nem úgy kell mérni, hogy a, a sikeres mászásokhoz képest hányan haltak meg. A veszélyességet azt mutatja meg, hogy a próbálkozók közül hányan vesztik életüket. A próbálkozók többszöröse annak a hányan a csúcsot elérik. Az a 211 ember, aki volt fent palasz nélkül az Everesten, ahhoz képest ezer fölött kell, hogy legyen, aki próbálkozott fel és ha ehhez nézed a 27-et, akkor egészen más százalékok jönnek ki, nem ilyen, egy 25 százalék esélyed hogy meghaj. Tehát ezért ez, ezeket is helyekkel tudni kezelni. De igen, valóban ez egy veszélyes közeg, ahol, ahol az ember az élet határmesdjén jár, erre felkészül. Szilárdnak minden egyes joga megvolt arra, hogy, hogy hogy maga biztos legyen abban, hogy ő ezt a projektet végig tudja vinni. Megmászta ugye a föld negyedik és a föld második legmagasabb hegycsúcsát, a K2-t, ugye első magyarként, a mai, nap, mai napig egyetlen magyarként 8.611 méteren járt palac nélkül. Aki ezt az utat végigjárja, és van, van mögött egy tíz éves expedíciós tapasztalat, plusz még pár év a hegymászásban korábról, az azt gondolom, hogy teljes joggal gondolja azt, hogy hogyha megfelelően felkészül, akkor, akkor neki ez egy elérhető cél, és nem egy, nem egy olyan cél, hogy épp hogy csak be tudok csapni a célba, és még éppen elérem, hanem ez a képességei határain belül lévő cél. Mindez természetesen a végső körülmények nagyon nagy mértékben tudják befolyásolni. Józan döntésről beszéltél meg arról, hogy nagyon nehéz abban a magasságban józan döntést hozni, meg ez a körülmények között, viszont most említetted, hogy a K2-es csúcs, tehát a 8611 méterre is följutott oxigénpalac nélkül. Mi volt most más, amiben ott tudott józan döntést hozni, most meg nem tudott esetleg, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, tehát miben volt ez most az az utolsó 200, egy néhány méter, amennyivel magasabban mondta Monteverest, az még egy extra, még egy extra nehézség, ez nyilván Szilárd is tisztában volt, és, és a lehető legjobban felkészült rá fizikailag. A 8600 méteres magasságban is a beszűkült tudatállapot az teljesen jellemző, ilyenkor beindulnak automatizmusok, az ember teszi egyik lábát a másik elé egészen addig, amíg, amíg megy. A K2-n Igazából szintén tökéletes időjárási viszonyok voltak. Ott egy picivel talán rövidebb a csúcsmászó kör, nem tudom másképp megfogalmazni. Inkább az van benne tényleg az, hogy az a plusz 200 méter az Everest, az, 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 még egy extra uh, megterhelést jelent. Tehát mondjuk ugyanaz a teljesítmény 10 órán keresztül 8000 és 8600 között teljesen más, mint 10 órán keresztül 8200 és 8800 között. Tehát ha ezt, ezt, ezt talán megértik a, a, kedves hallgatók. Nyilván egy, 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 olyan ember, aki nem jár ilyen közegben, én magam sem álltam ebben a magasságban, tehát csak a, a szakirodalom meg a rengeteg mászóval való beszélgetésből tudom, hogy ez mennyire, mennyire más és mennyire nehéz. Ettől függetlenül tényleg aki ezt a magasságot megjárja, azonnantól kezdve tényleg maximálisan bízhat abban, hogy, hogy a másik, tehát azt a végső projektet is sikere tudja vinni. Mi történhet, ami, amire nem lehet számítani ilyen magasan? Vagy lehet számítani, de de nem tudsz, nem tudsz felkészülni rá? Igazából az, az ebben a nehéz, hogy ugye maga a, mászónak, a mászásnak a, a, folyamat az egy stratégiailag megtervezett döntések sorozata, illetve egy, egy, egy projekt. Itt nyilván előzetesen el lehet dönteni, hogy, hogy meghatározok-e magamnak, érdemes, meghatározok-e magamnak egy visszafordulási időt, mi legyen ez a visszafordulási idő, hagyok -e ebben rugalmasságot, hogy hagyok rugalmasságot, hogy döntök róla, ki dönt róla, én döntök róla, valaki más dönt róla, hogy hol kell visszafordulni, ha vissza kell fordulni. Szilárdnak elég rugalmas volt ez a, ez a meghatározott ideje, és viszonylag későre is tettem, mert nagyon-nagyon jó időjárási körülmények voltak. Én ebben nem voltam, nem vettem részt, tehát magában a, én ugye úgy cseppentem bele ebbe az egész hogy elmentem hozzáig szurkolni, mint barát várható sikeres csúcsmászás reményében ültünk oda, és követtük végig a, az egészet, és ez fordult át aztán egy, egy krízismenedzsmentbe, ahol kötelességemnek éreztem, hogy, hogy segítsek a lehető legjobb tudásom szerint. Szóval ez, ez egy megtervezett dolog, de odafönt eh, nehéz mihez hasonlítani azt a fajta oxigén hiányos állapotot, amikor az ember már nem feltétlen gondolkodik tisztán, eh, és, és, nem tudja eldönteni azt, hogy, eh, hogy, hogy, ez most még, ami hátra van, az két óra vagy három óra időérzékelés, az teljesen megszűnik, illetve nem feltétlen, abban a pillanatban már nem feltétlen méri föl, hogy, hogy, amikor, ha még tovább megyek, nem tudom, 50 métert, mert már csak annyira vagyok a csúcstól, akkor az járhat azzal, hogy, hogy elfogy az erőm és, és visszatérek. Az ember abban bízik olyankor, hogy elvégeztem a munkát, fel vagyok készülve, eh, igen, fáradt vagyok, kutyául érzem magam, az teljesen alap, hogy ott az ember majd pusztul. Tényleg az a fizikai teljesítőképességnek a határa. Ugyanakkor ez, ezt, ezt, nem veszett hint, intőjelnek igazából, mert ez ezzel jár. Tehát ott, ott, nincs olyan, hogy valaki jó állapotban jön le egy csúcsmászás után, akármilyen nagy mászó. Tehát ezt mindenkit megvisel, és ilyen szituációban nagyon-nagyon pici az a határmesdje, ahol, ahol meghozod azt a döntést, ami végül vagy visszatérést eredményez, vagy pedig az, hogy túl, túl a húrt, és ott maradsz. Én olvastam több elemzést arról, hogy oxigénpalack vagy anélkül, és hogy azt írták, hogy az előnye mindenképpen az oxigénpalack nélküli mászásnak az az, hogy már alapvetően aklimatizálódik a szervezet, tehát nem az van, hogy mind egy palack esetében, hogyha hirtelen elfogy az oxigén, akkor onnantól kezdve vége van, mert hiszen egy teljesen más körülmények között mászott korábban a mászó, de van ugye az a vélemény is, hogy lényegesen vesz minden mindezzel együtt palack nélkül. Abból a szempontból mind, a kettő, mind a kettő dologban a gyállításban van igazság. Azok, akik ugye palackal másznak, azok, azok pótolják azt azok szerint, ami nincs bent. Éppen ezért, mivel palackal másznak, ezért kevesebb a klimatizációra van szükségük, mert könnyebb, tes, tehát könnyebb teljesítménye meg tudják csinálni fizikailag a, a mászást, ugyanakkor valóban, ha kifogy az oxigénjük mondjuk 8800 méteren, akkor nagyon nagy baj van. Tehát akkor nagyon gyorsan romlik az embernek az állapota, pontosan azért, mert kevesebb aklimatizációt fordítottak arra, hogy ezt a magasságot kibírják. Ilyen tekintetben, folyamatosságát tekintve a palasz nélküli mászás az jobban felkészíti a, a több klimatizációs kör miatt a szervezetet arra az oxigén hiányos állapotra. Ugyanakkor valóban az attól, attól lesz veszélyesebb az oxigén nélküli mászás, mert pontosan egy olyan hipoxiás állapot alakul ki az ember agyában, hogy a különböző döntési mechanizmusokat nem biztos, hogy tökéletesen végig fogja tudni vinni, illetve nyilván ott, ott mindenféle dolog közre játszik, nem tudom, mozgáskoordinációs problémák feléphetnek, hogyha esetleg elindulnak azok a folyamatok, sőt, ezek a folyamatok mindenképpen elindulnak, csak kérdés, hogy mikor az ember agyában ugye a ödémás állapot kialakulhat. Ezek orvosi dolgok, ebben nem szívesen foglalnék állást, de, de tudjuk, hogy ez hogy zajlik. Tehát az a lényeg, hogy igazából, ha valaki palac nélkül mászik, akkor van egy időintervallum, amin belül végre kell hajtani ezt a projektet, és aztán amilyen gyorsan lehet, meg kell próbálni lejönni, mert minél több időt tölt fönt, gyakorlatilag annál nagyobb az esélye, hogy nem fog tudni visszatérni. Ezt kell tudni fölmérni, hogy abban az adott időt, az intervallumban, amiben ő mozog, be tudja fejezni ezt a projektet, vagy sem, és meg kell tudni tényleg azt a döntést hozni, hogyha nagyon nagy gond van, akkor visszafordul a mászó. Talán a legtöbb cikk arról született, hogy miért van az, hogyha látták őt, akkor nem segítettek rajta. Ez világos, hogy a hegy az egy hegy, és ott nem lehet azt csinálni 8000 méteren, hogy te letérsz az útról, és mondjuk ott hagyod azt, akit éppen kísérsz, az hiszem, de, de ebből az következik nekem, hogy azt, amit ő csinált, abban azért ő Nyilván van segítsége lentről, de azért nagyon sokszor, vagy a legnagyobb részt egyedül van, és ez egy nagyon érdekes helyzet, amikor bár ott másznak melletted, de nem nem számíthatsz arra, hogy, hogy ők rajtad segíteni fognak, hogyha neked valami problémád van. Igen, ezt azt gondolom, ez az egyik, vagy talán a legnehezebben megérthető dolog egy átlag uh, olvasó néző hallgató számára, um hogy az a világ az egy másik világ. Tehát itt, itt, hozzá vagyunk lent tenger szinten szokva, hogyha nem tudom, rosszul leszel a városba, hozzáteszem a városba, ha rosszul leszel, lehet, hogy 30-an elmennek mellett, mire valaki oda megy és segít. Tehát ezen is érdemes azért elgondolkodni, hogy ki, kinek, hogyan, milyen formában segít, de itt legalább van esélye, hogy előbb-utóbb valaki, ha bajban vagy, akkor, akkor, akkor valamit tesz. Ha, ha, te vagy bajban is tudsz cselekedni, hívod a 112-t, a mentőt, akármit. Ha az erdőbe találnak meg, és ott egy jó fejsportársén, akkor valószínűleg segíteni fog. Ugyanakkor a 8000 méter fölötti csúcsokon a segítség az borzasztóan nehéz, mert egyszerűen a, a saját magad fenntartása is rendkívül nehéz. Ugyanakkor természetesen számtalan példa van a hegymászó történelemben olyanról, hogy valaki rosszul lett, bajban volt, és a csúcsmászó csoport simán elment mellette fölfelé. És ott hagyták, és lehet, hogy az ember meghalt közben, mert nem segítettek, és nem mondtak le a csúcsról, pedig voltak elegen ahhoz, hogy. Ez nem ez a szituáció volt. Tehát itt kevesen voltak a csúcs ö, csúcs közelében, vagy egyáltalán azon az úton aznap, amikor a szilárd ö, ugye másnap már bajban volt, a Hillary lépcsőnél, ö, nem tudjuk, hogy a, abból a csop, mondjuk nevezük csoportnak, hogy közülük hányan látták összesen. Ezt a csoportot nem úgy kell elképzelni, hogy mentek 12 egymás mögött libasorban, hanem úgy, hogy két serpa, egy kliens, és ezek szétszóródva több száz méter távolságra egymástól a hegyen saját maguk ritmusában mozogtak. Akiről mi tudjuk, hogy, hogy látta a, a Szilárdot, ez egy, ez egy serpa hegyi vezető, akinek volt egy kínai kliense, egy 60 éves hölgy, aki szintén igen, csak rossz bőrben volt, bár ugye ő használt pótlagos oxigént, viszont nem feltétlen volt felkészülve, arra rengeteg felkészületlen kliens van, aki, aki oda megy és megpróbálja, és, és, ha szerencséje van, akkor sikerül elérnie, és haza is tér, akinek nincs szerencséje, azok, azok esetlegesen ebbe szintén e, belehalnak, de a lényeg az, hogy ott az a serpa egy, egy, egyedül és kizárólag azért a kliensért felelt, hogy őt az álmának az elérését segítse, és aztán él vele hozzá onnan. Ez az egyik. A másik, hogy ahol Szilárd e, volt akkor, ugye távolabb a rögzített kötelektől és a, a mászóúttól, 5-10 méterrel arrébb egy rézsútos sziklás területen, ami, ami egy zuhanás veszélyes terület. A rögzített kötéltől a serpa e, nem tud eltérni, mert a kötél az, az gyakorlatilag keveset enged, úgy kell elképzelni, mint egy korlátot. E, egy-két méter talán tudott az ember mozogni, de de onnan lejjebb nem tud menni. Ha lecsatolja magát arról a, a, a kötérről, az gyakorlatilag a saját életét teszi teljes mértékben kockáz, kockára, mert ha csak egyet botlik, akkor onnan két kilométert fog zuhanni az ember. És akkor ott vagyunk, hogy van még egy halott. Plusz nincs, aki lehozza a bajba lévő klienst, és akkor még felelősség is föl. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett történet. Mindenki abból indul ki a 8000 méter fölötti csúcsokon, hogy mindenki önmagáért felel. Nincs mentés. Ez az alap. Ez, és ezt, ezt aki mászik, és ezen a szinten mászik, az elfogadja. Ha szerencsénk van, és van ott ember kellő kapacitással, kellő energiatartalékkal, kellő, erőtartalékkal, akkor segíteni fognak, de de itt nem volt. Éppen ezért ilyenkor egy dologat lehet tenni, ha, ha bármilyen pislákoló remény van, akkor próbálsz esetleg egy mentőcsapatot összeállítani, nincs hegyi mentőszolgálat ott fönt, semmilyen. Tehát a hegy, hegymászókat segítő serpákból lehet verbubálni egy mentőcsapatot. Esetleg, ha van fönt erős nyugati hegyi vezető, aki tapasztalattal bír és tudja, mit kell csinálni egy ilyen szituációban, akkor őket meg lehet kérni. Ha, ha vannak még ott, ha nem merültek ki egy előzetes csúcsmászásból frissek, tudnak, tudnak mozogni és tudnak cselekedni több ember, tehát egy magatehetetlen embernek a mozgatásához több emberre van szükség, főleg abban a magasságban. Tehát igazából ott indulunk ki, hogy segíteni is csak akkor lehet, hogyha még tud menni magától az ember. Lehet neki adni oxigént, meg lehet neki adni, nem tudom, dexametazon injekciót, ezek szoktak lenni az első intézkedések, ugye ez egy injekció, ami picit így életre kelti az embert, de, de csodát nem tesz. Ketten támogatva mondjuk le tudnak hozni valakit, aki mondjuk tántorogva tud menni, de ha valaki nem tud menni, ahhoz kell, nem tudom, négy oxigénes serpa, akik vonzolják fel a lát. Ezeket, ezeket, mind, mind végig kell gondolni, föl kell mérni, hogy van-e realitása, ki az, aki elvállalja, mikor ér oda, mennyi időnk van. Nagyon-nagyon e, durva. Akkor, ha mindezt összevetjük, hogyha ha Suhajda Szilárd társakkal mászott volna, akkor se lett volna sok esély arra, hogy tudnak rajta segíteni, hiszen valószínűleg hasonló állapotban lettek volna a társai is. Én azt gondolom, hogy amennyiben együtt mennek, és mondjuk mindenki oxigén nélkül megy, akkor, akkor valószínűleg igen. Az, hogy ott egyáltalán összejött egy mentőcsapat, és meg lehetett ezt próbálni, bár már akkor is arról szóltak a hírek, hogy ehhez csoda kell, az akkor is szerencse lényegében. Tehát lehet, hogy az lett volna a, a általános, hogy, hogy ő, őt ott kell hagyni, mert nincs, aki segítsen? Alapvetően igen, tehát mi azért az első hírt nem úgy kaptuk, hogy, hogy Szilárdot élve látták. És és csak akkor derült ki, hogy élt még, amikor utána mentünk, hogy akkor kimondta, és mit látott pontosan, és akkor mondják el. Gyakorlatilag aki, aki ilyen állapotban van, amellett elmennek. Tehát ha egyedül vagy, és nem tudsz, tehát, és magadnak is nyilván, tehát magadra kell figyelni elsősorban, a saját életed mindenképpen prioritást élvez, meg ugye, ha kliens van, akkor meg az övé még kép, végkép, akkor az gyakorlatilag nem, fel sem merül. Tehát lát, ránézel, látod, hogy milyen állapotban, és abban a pillanatban tudod, hogy nem, nem tudsz segíteni, megyek tovább az a csapat, amelyet sikerült az ottaniak segítségével összeállítani, az, az, az egy egészen elképesztő munka volt egyébként, és nem tudunk eléggé hálásak lenni nekik, hogy ezt, ezt bevállalták, mert mindenki tisztában volt vele, hogy mennyire nincs esélyünk. Ugyanakkor nem kérdeztek, tehát tényleg világosan elmondták, hogy hogy mit tudnak segíteni, mire kell várnunk, mindenkit megpróbáltunk mozgatni, aki még fönt volt a hegyen. Tehát volt, volt ott egy olyan csapat, akik Uh, akiket azzal víztak meg, hogy hozzanak le egy holtestet föntről uh, abból a magasságból, ők ők jöttek lefelé őket és megpróbáltuk elérni, hogy forduljanak vissza és segítsenek és, uh, de már annyira lent voltak, hogy onnan már nem lehet tehát uh, mindenki, aki gyakorlatilag fent volt, még a hegyen lefelé mozgott aki már leért az alaptáborba, az vagy előző nap vagy, a, vagy előtte mászta meg a csúcsot, teljesen hullára voltak hajtva a, a hegyi vezető serpák um, tav tavaszi szezon vége, utolsó napjaiban vagyunk um, ilyenkor egész egyszerűen nincs nagyon már abban erőtartalék, hogy, hogy olyan sebességgel föl tudjanak menni, hogy, 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 abból bármit ki lehessen hozni. És az a Serpa cég, akivel, akivel mi végül folyamatos koordinációban voltunk, ők segítettek, hogy nyilván mindenkit végig telefonáltak, végigkerestek, hogy ki az, aki tud segíteni. van -e esetleg friss állapotban lévő, pihent állapotban lévő Serpa, aki tud és akar és hajlandó segíteni, és így állítottak össze egy olyan csapatot, amely az előzetesen prognosztizált kettő nap egyetlen nap alatt fölmászott, gyakorlatilag 24 órán belül fölmásztak egész a csúcsig. Ez valami egészen többen. Tehát az, a srácokat fölvették reggel Katmanduba helikopterrel, a fővárosba 1300 méteren, nem tudom, másfél-két órával később már a kettes táborban voltak 6400-on. Teljes menet oxigénnel, ahogy kell menni, nyilván ők mindig oxigénnel másznak. Olyan tempót mentek, hogy csak néztünk. Tehát ez a kettes tábor, négyes tábor, az valami 7 óra volt nekik, az egy átlag kettő nap és ott pihentek kettő órát, és mentek fel a csúcsra rögtön. Tehát ez egészen, egészen döbbenetes volt, amit, amit, amit a, 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 értünk gyakorlatilag, illetve Szilárdért megtettek, miközben nagyon-nagyon jól tudtuk, hogy minden perccel fogy az, fogy az idő, és az az esély az már a kiindulási állapotkor is rettenetesen pici volt. De arra volt azért esély valami minimális, mert én is arra emlékszem, hogy már amikor eltűnt, akkor mindenki arra beszélt, hogy nagyon-nagyon minimális az esély, mindennek ellenére lett volna bármennyi esély arra, hogy ha megtalálják időben, akkor még esetleg túlélheti? Erre azt tudom mondani, hogy hogy az utolsó szállat is meg akartuk fogni, tehát nem akartunk elengedni. Tehát hogyha, ha valakit utoljára életben láttak, akkor el kell menni a falig, ha lehet. Ha van rá lehetőség, ha van rá kapacitás, ha van rá bármi. Mi ezt megtettük szerintem a falon túl is, ismerve az esélyeket. Jóslásokban nem akarok bocsátkozni, de, de nyilván nagyon-nagyon pici volt az esély annak is, hogy életben találják, ha megtalálják. Tudom, hogy ez, tudom, hogy ez nehéz kérdés, de lehet-e sejteni legalább azt, hogy ő vele ott mi történt, illetve ahhoz, hogy, hogy ő végül ott maradt a hegyen, ehhez neki el kellett követnie valamilyen hibát, vagy hibákat, vagy, vagy van olyan, hogy, hogy, hogy nincs mit tenni. Meket, hát, amiről beszéltél korábban, hogy ott a ember agya már nem úgy fog, mint ahogy azt mi gondoljuk, hogy, hogy egy agy működik. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és az a helyzet, hogy az ilyen hibák elemzésével picit óvatos lennék, főleg a nagy közönség előtt, mert most egyrészt rendkívül felfokozott közvélemény hangulatot tapasztalok, és nagyon-nagyon polarizáltak ezek a vélemények. Igazából Azért nehéz ezeket a dolgokat úgy elemezni, hogy akik a hegymászásba menne vannak és értenek hozzá, azok tudják, hogy mik azok a döntések, és hol lehet elrontani, és mi lehetett a hiba. Ugyanakkor ezt egy átlag ember, akinek halvány fogalma nincs a hegymászásról, ezt nem fogja tudni helyén kezelni, mert azt mondja, hogy jó, hát, jó, hát akkor elrontott a akármi, és akkor ebbe, ebbe belehalt, és milyen felőtt. jönnek azok a következtetések, aminek igazából semmi relevanciája nincsen ebben a, ebben a tekintetben. Alapvetően ezek a fajta elemzések nem is hiszem, hogy a nagy elé valóak lennének, azt lehet tudni, hogy hogy a hegy az ott van, a hegy az nem csinál veled semmit, neked kell a hegyhez alkalmazkodni és felkészülni, és hogyha, és hogyha ha nincs vihar, tök jó idő volt egyébként, mm. akkor akkor gyakorlatilag nyilvánvalóan neked kell valamit, valamilyen formában elrontanod. Itt az a kérdés, hogy ez a, ez a hibázás ez, ez mennyire egy határmesdjén mozog. Tehát itt, itt azt tudni kell mindenkinek, hogy pici faktorokból, pici döntésekből épül föl ez az egész mászó folyamat, amivel, amivel az ember remélhetőleg eljut a csúcsig és hazajön, és bármelyik apró részletet elrontod, annak lehet súlyos következménye. Itt lehet az az apró részlet, hogy fel tudom érni, hogy vissza kell fordulni. És hogyha azt a döntést ott, akkor nem elég tiszta a fejed ahhoz. Ez nem, nem egy személyes felelőtlenség, az egy állapot. Tehát képzeld el azt, hogy, hogy nem tudom, irgalmatlanul sokat ittál és nem tudsz rendesen gondolkodni. Nem, nem jó hasonlat ez sem, de, 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 a tiszta gondolkodás az nagyon-nagyon fontos lenne. És ugye a másik az, hogy kívülről sem feltétlen lehet ilyenkor már hatni. Mondhatsz akármit. Úgyhogy nyilvánvalóan valamilyen szintű hibát el kell ahhoz követni, hogy az ember túllépjen azon a képességen, hogy, hogy, hogy bár képes lenne rá le fizikailag, de nem jön, nem jön vissza, mert, mert túlmegy ezen a ponton, ahonnan már nincs visszaút ez egy nehéz és, 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 végletekig kifeszített ideg és mentális állapot és fizikai állapot, amit, amit nem tudom, egy irodai beszélgetésnél egy asztalnál könnyű azt mondani, hogy miért nem fordult vissza, de akik így véleményeznek, azok az életükben nem jártak olyan közel a saját semmilyen fizikai teljesítőképesség határaihoz, hogy egyáltalán el tudják képzelni, hogy milyen egy ilyen szituációban egy döntést meghozni. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos. És beszélgettünk egy újságíró barátommal erről, hogy, hogy hegymászás és a hegymászás megértése, a motivációk meg stb. Igazából az van, hogy aki nem mászik és nem érintette meg ez a világ, az akkor sem fogja megérteni, ha elpróbáljuk magyarázni neki, mert, mert ahhoz érezni kellene ezt az egészet, hogy mi, mi vonz minket odaföl. Ki fog az valaha derülni, hogy elérte -e a csúcsot, csuhajd a szíved? Én egyelőre nagyon-nagyon kevés esélyt látok, hogy ez, ez valaha bizonyítható módon kiderül. Nyilván választ jelentene, hogyha ha hozzáfértünk volna a telefonjához, bármihez. Úgyhogy egyrészt szerintem a pillanatban ez talán másodlagos kérdés is. Azt tudjuk, hogy az utolsó bizonyított pont, amit ugye a GPS el tudott küldeni az 8795 méter magasságban volt, így 53 méter a, a, a csúcs alatt, úgyhogy ez a legmagasabb, amelyre magyar mászó eddig palasz nélkül jutott az Everesten. De de egyelőre nem nagyon látok olyan esélyt, hogy, hogy, hogy ez kiderül, ennyi. Az, amit ő vállalt, ugye mondtál korábban számokat, hogy mennyien voltak, balaszt nélkül, oxigén nélkül a, a csúcson, vagy mennyien próbálták ezt meg, és ugye ő nem csak ezt a hegyet, hanem a, a többi top magasságot is, is megcélozta, ez a hegymászók között is egy különleges nagy vállalás, amit ő eltervezett, és amit ő már próbált? Abszolút igen, tehát ez egy nemzetközileg is elég nem mértó teljesítmény mondom, hétköznapi nyelven azzal tudnám összehasonlítani, mint egy, mint egy olimpiai bajnoki címnek az elérése. Ennek megfelelő felkészülést kíván. Az sem mindegy egyébként, hogy az ember úgy mászik föl palac nélkül, hogy esetleg kíséri őt egy serp a van egy oxigén palackal arra vonatkozólag, hogyha baj van, akkor tud segíteni. Ezt is szokták kérdezni, hogy de miért nem vit magával egy serpát, pontosan ezért. Tehát ez, ez olyan, hogy miért nem indulsz el a Tour de France-on Azért, mert a Tour de France-ot rendes kerékpárral teljesítik. Nehéz ezeket nyilván hogy mondjam, úgy megértetni átlagemberrel, hogy, 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 senki sem, tehát az átlag ember nem szívesen teszi kockára az életét, sokkal kevesebbet sem szívesen kockáztatunk. Ez egy, ez egy másfajta, másfajta megvilágítás. Ez ennek a sportágnak az expedíciós mászó műfajnak a teteje, mert, mert ez sem a király kategória, ezt, is, ezt sem szokták feltétlenül e, tudni, illetve nyilván vannak olyan mászok, akik egész más műfajban tevékenykednek, és, és számukra nem a 8000-es mászás az igazán királyság. Ezeket a hegyeket pontosan azt teszi nehezzé, hogy 8000 méter fölött nincs ott az oxigén. Nem a, nem a mászó technikai nehézsége a, a durva ennek az útvonalnak, mert gyakorlatilag technikailag nem sokkal nehezebb, mint a momlat megmászni. E, tehát nem egy kiemelkedő mászó tudás kell hozzá, hanem kiemelkedő nem tudom, hegymászó múltbeli tudás, tapasztalat, és, és, elképesztő fizikum, nagyon-nagyon durva mentális erő, és végigjárni azt a, azt, a, azt a stációt, hogy, hogy az ember nagy magasságban hogyan és miket, miket tud dönteni, megtapasztalja, hogy egyáltalán kibírja -e azt a magasságot. Nyilván, hogyha valaki mondjuk 8000-re is alig tud fölmenni palasz nélkül, akkor annak el kell gondolkodnia, nem tudom, x alkalom után, hogy, hogy, akkor lehet, hogy az Everestet azt el kell engedni. Szilárd nyilván ilyen szempontból nem, nem, nem volt benne. Üm, úgyhogy ez nemzetközileg komoly elismerésre tart számot. Üm, ugyan, nagyjából másfél százaléka a mászásoknak történik palack nélkül, és még ezeknek is egy nagyon-nagyon pici töredék az, aki tényleg úgy mászik önállóan, hogy, hogy nem kap ez az ott lévő fix kívül semmilyen más segítséget. Akkor beszéljünk a felkészülésről, már többször utalt erre. Azt olvastam Sojda Sziládi életrajzába, hogy ő kiköltözött Angliába azért, hogy tudja anyagilag is biztosítani a felkészülését, illetve hogy heti hét napot edzett, készült erre, ez pontosan már utalt erre, de pontosan hogy néz ki egy ilyen felkészülés? Teljes mértékben nyilván a full edzés programját én sem ismerem, mert, mert nem vagyok vele, vagy voltam vele minden nap együtt. Azt tudom, hogy, hogy ebben olyan edzés terv volt, amelyet edző rakott össze a fizikai felkészülés során. Heti több alkalommal 20-30 kilométer vagy annál hosszabb terepfutásokat teljesített, ugye Börzsöny volt a az egyik szívecsücske, a pillis a másik, a prédikálószékre. nem tudom, hogy jártak-e már ott, szerintem most nagyon sok olyan kedves hallgatónk van, aki járt már a prédikáló széken, a szilárdod a felfutni szokott. Volt neki olyan projektje még a 2017-es Everest expedíció előtt, hogy azt hiszem, hogy a K2 előtt, már nem emlékszek, valamelyik, valamelyik expedíció előtt volt egy olyan projektje, hogy, hogy másszunk 5000 méter szintet, és 11-szer futott fel egymás után a, a azok azért elég komoly fizikai teljesítmények annak, aki mondjuk ott csak sétál. Emellett evezőpad otthon, tehát volt egy is edzőterme a családi házban, súlyzós edzések, mobilizációs edzések, nyilván résztávos, tehát ilyen tüdőkapacitás, meg púzus emelő edzések. Szóval nagyon-nagyon összetett volt az edzés munkája, amit ő csinált, konkrétan tényleg úgy készült, mint egy olimpiai sportoló. És megkapta ehhez a megfelelő szakmai hátteret is edzőtől. Mentáltréning is volt ebben természetesen pontosan a döntéshozatali mechanizmus miatt, tehát euh, én azt gondolom, hogy, hogy Szilárd nem hagyott ki egy napot se ahhoz, hogy ezt a, ezt a projektet megpróbálhassa, joggal megpróbálhassa, és belül legyen a korlátain. Tehát, hogy most mondasz, ebből látszik, hogy ennek nyilván van egy, hát egy, erőteljes fizikai elvárás, meg itt nyilván fejben is nagyon ott kell lenni, ezért gondolom, és akkor kérdezem, hogy kik milyen, milyen, emberek azok, akik, akik alkalmasak arra, és miért, hogy, hogy 8000 fölé másszanak. Hát ilyen élettani dolgokban én azt hiszem, hogy nem, nem, nem vagyok benne biztos, hogy teljes a kom kompetenciám, hogy ezeket elmondjam, de nyilvánvalóan nagyon-nagyon um, jó állóképességgel rendelkezik. Tehát aki mondjuk egy jó is sportoló, az, az nagyon nagy valószínűséggel rendelkezik azzal a fizikai kapacitással, amire ahhoz van szükség, hogy ezt a teljesítményt kibírja. Itt a másik faktor az az, hogy vajon a magassághoz hogyan tud alkalmazkodni. Mert lehetsz te akármilyen tök jó futó, nem tudom, 2-20-as maratonnal, ha egyszerűen minden bajod van 6000 méteren, vagy akárhol. Tehát, ha az oxigénhiányhoz hiányhoz nem tudod a szervezetet hozzá szoktatni, ez egy alkati kérdés is, akkor, akkor igazából hiába, vagy világklasszis, nem tudom, síkon, meg, meg, tengerszinten, akkor nem fogsz tudni teljesíteni. Nem feltétlen kell hozzá mondjuk egy síkon, tehát egy tengerszinten egy is állóképesség is sportolónak, de az nyilván segít, hogyha ez megvan. Talán ebben a magasságban lehet, hogy már inkább a magassághoz való akklimatizációs képesség az, ami, ami inkább döntő, mint hogy alapvetően te fizikailag mennyire vagy topon. De, a, de muszáj, tehát fel kell rá készülni, mert, mert egészen elképesztő terheléseket kap a szervezet ebben a magasságban, meg egyáltalán ezeken, ezeken a mászó napokon, és azt szerintem a, a az átlag sportoló, aki mondjuk minket hallgat, annak a számára elég sokat elmond, hogy milyen fizikai állapotban volt Szilárd, hogy az alaptáborban volt neki 47-es nyugalmi púzusa. Ugye az átlag nyugalmi púzus, aki nem sportol, az 72-t szoktak mondani. Az élsportolóknak a nyugalmi púzusa országúti kerékpárosoké, az rendszeresen 40 alatt szokott lenni. Excellent példa Indurain volt, a 5-szeres Tour de France győztes baszkerékpárosnak volt 32 de ez tengerszinten. És, és Szilárd 5350-en tudott 47-et, de volt azt hiszem 40 alatt még 4000 körül is. Tehát ebből látszik, hogy a fizikai kondíciója az tökéletes volt. Volt egy megfázása, egy betegsége az indulás előtt, hogy ennek mekkora volt a kihatása az egész projektre. Nyilván azt is érdemes vizsgálni, biztos, hogy, hogy számított a sebességében, a teljesítőképességében. De az alap elindulási fizikai kondíciója az, az patika volt, az tökéletes. Nekem eddig a legkomolyabb sport teljesítményem az a maratonfutás volt, ami nyilván nem érhető egy Everest de már akkor is átéli az ember azt a fajta eufóriát, meg azt a fajta kényszert, ami visz előre egy ilyen viszonylag hosszú távú futásnál. Tehát most csak azért próbálom így rávezetni, mert mondtad, hogy nem nagyon tudott kívülállóknak elmondani, hogy mit ad a hegymászás, de hogy most mégis megpróbálnám ezt megkérdezni tőled, hogy mi mi az, amit ilyen átél él az ember, hogy ott van a csúcs közelében egy ilyen hegyen? Ez egy nagyon-nagyon összetett élmény egyébként. Maga, maga, nyilván a hegyeknek az a fenséges kinézete, ahogyan, hogyan vannak, ahogyan hívnak téged. Van, aki hallja ezt a hívást, van, aki nem. De ez tényleg egy egészen különleges közeg, csodálatos formákkal, és, és egy nagyon-nagyon tiszta közeg. Itt nagyon közel tudsz lenni a természethez, ha ez téged nyilván vonz. Ki lehet menni az erdőbe, és az is egy tök jó élmény egyébként ez az a része, ami talán a, inkább így az elméleti oldal, és amikor mondjuk eljutsz oda, hogy de én oda fel is szeretnék menni, akkor jön az, hogy akkor nyilván fokozatosan, de, de megpróbálod azokat a, a lépcsőket végigjárni, hogy bizonyos csúcsokat elérj, aztán egyre nagyobb csúcsok következhetnek, és a, a kis csúcson, meg a nagy csúcson az élmény nagyjából ugyanaz. Azt érzed, hogy, hogy elértél egy pontot, ahova viszonylag talán kevesen jutnak föl, ahonnan, ahonnan körül tudsz nézni, ahol magadba tudod szívni a világot, az életet, a saját magadat látod, és, és teljesen kitisztulnak a gondolataid, és, és egy általad elért fizikai és mentális teljesítmény alapján jutottál oda föl, tehát nem egy felvonó itt oda, hanem ezért te megdolgoztál, megküzdöttél. Ennek van egy ilyen elég, elég tétel jel jellegű érzése, élménye, mint amikor te lefutod a maraton, szerintem ez ugyanaz a fajta. Itt, itt endorfin meg mindenféle dolog felszabadul, ezt a sportpszichológusok sokkal jobban tudják, mint én, de ennek van egy ilyen, ilyen fajta öröm, öröm forrása, ami téged éltet aztán a hétköznapokban, és, és aztán újra arra sarkal, hogy aztán még egyszer megpróbált egy másik csúcson, hogy újra átélhessd ezt az élményt. És ez, ez szerintem egy fantasztikus dolog, mert, mert tényleg az van, hogy, hogy te dolgozol megérte, és, 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 a saját erődből följutsz oda, és, és ott, ott, tényleg így magadba tudod fogadni a világot, és ezek után egyébként, ha meg hazajössz, és, és és jól tudsz beszélni, akkor ezeket, ezeket el tudod mondani azoknak a hallgatóknak, akik mondjuk ámulnak, és saját maguk nem bát, lennének olyan bátrak, hogy ilyen közegbe menjenek. Bár egyébként kisebb szinten nyilván ez azért nem, bőven nem ennyire veszélyes, tehát el lehet oda indulni, nem az Everestre persze, de, de, de a saját kis hétköznapi céljainkba is át lehet vinni azokat a, azokat a gondolatokat, meg azokat a motivációkat, amik mondjuk a mászókat inspirálják, és hogyha neked van egy saját kis, nem tudom, terved, amitől félsz megvalósítani, akkor lehet, hogyha meghallgatsz egy ilyen előadást, akkor azt mondta, hogy hát igazából, ha hát ő ilyen bátor volt, akkor lehet, hogy, lehet, hogy nincs ebben, akkor vágjunk be, bele, és, és, lehet, hogy lehet, hogy így fog neked sikerülni egy teljesen hétköznapi dolog hogyan lesz Magyarországon valakiből hegymászó? Sokféleképpen el lehet, el lehet ide jutni, de alapvetően nyilván kell először is az a fajta érdeklődés, hogy az ember rá is rátaláljon arra, hogy ez a hegyek világa ez számára egy vonzó dolog. Lehet teljesen autodidakta módon elkezdeni, nem szoktuk javasolni egyébként, mert igazából vannak hegymászó tanfolyamok, különféle szintű hegymászó tanfolyamok, ahol, ahol el lehet sajátítani a, a szakmának a, az elméleti és, gyakorlati alapjait. Van, aki alapvetően elkezd járkálni a hegyekbe, és szép maga, tehát a szépen lassan maga megtanulja akár társakkal, akár másokkal ennek a, szakmának a csinyát, binyát. Nyilván, hogyha valaki magas szintre a spirál, akkor, akkor célszerű belerakni az elméleti és gyakorlati oktatós részét is az elején, vagy pedig mindenképpen egy tapasztalt mászóval el kell kezdeni mozogni. Szilárd is Békés Csabáral indult, és, és ugye ő is szép lassan járta végig ezt a, ezt a, ezt a ranglétrát. Um. Lehet egyébként, ha valaki mondjuk elmegy terembe mászni, ott találkozik olyan emberekkel, tehát mászóteremben találkozik olyan emberekkel, akik járnak ki sziklára, akik mennek sziklára, is, és akkor jó, akkor nézzük, menjünk el a tátrába. Tehát vannak ennek különböző fokozatai, meg az sem mindegy, hogy több válfaja van nyilván a, a, a mászásnak, a magashegyi mászásnak is, hogy ki melyik irány felé indul, kit mi vonz. Van itt a nagy sziklás falak, meredek sziklák, minél nehezebb utak vonzanak, van, van itt a hó, meg a jég és a magasság vonz. Tehát különböző irányokba lehet elindulni. Sok cikk jelent meg mostanában arról, hogy egy gyakorlatilag turisztikai központtá vált a Monteverest, nagyon sokan másznak, akár ahogy te is mondtad, felkészületlenül is, és egyre több engedélyt ad ki a nepáli kormány, nyilván ez egy nagyon nagy bevétel is a számukra. Mennyire lehet érezni ezt például Magyarországon, hogy van egy ilyen búmja a hegymászásnak? Ez egy jó kérdés. Igazából Mondjuk a himalai mászásnak szerintem a magyarországi viszonyokra nem sok szerepe van, ha csak nem az, hogy mondjuk van egy-két olyan mászó, aki szintén így kereskedelmi expedícióval feljut az Everestre, és ők ezért nyilván ebből következően hírverést kapnak, illetve nem tudom, bekerülnek így a reflektorfénybe, és ők mondjuk tudnak inspirálni másokat arra, hogy elinduljak, nem feltétlen az Everestre, de mondjuk egy Everest alaptábori túrára, hogy egy picit közelebb kerüljenek ehhez a világhoz. Ennek azért nyilván van egyfajta felfeléivelő folyamata szerintem, de inkább, inkább az itteni dolgokra, vagy az itteni mozgásra hathat ez. Maga, maga ez a kereskedelmi expedíciós történet, ez egy rettentő összetett dolog. Ennek ugye ott, ottani társadalmi gazdasági okai is vannak, kicsit a nyugati-keleti világnak az ütköző zónája. Az ottaniaknak ugye ez a szinte teljesen egyedüli megélhetése. Maga a hegyi vezetés is, a teherhordás is, illetve az odaérkező turisták kiszolgálására épülő turisztikai ipart, a házak, amik ugye nevezük menedékháznak, fogadónak, bármi. Régebben ugye az ottani serpák nagyon olyan elmaradott környék, ez a régió, meg gyakorlatilag az összes olyan, ahol 8000-esek vannak, nem nagyon van se oktatási lehetőség, se iskolába járás. Tehát igazából akik elkezdenek, elszegődnek, régen is elszegődtek expedícióhoz dolgozni, azok, azok ebből keresték azt a pénzt, amivel aztán már megpróbálták biztosítani a gyerekeiknek a tanulási lehetőséget, hogy nekik már ne kelljen hegyre menni dolgozni, mert nyilvánvalóan ebben nagyon-nagyon sok ottani serpa, serpa, ugye a serpák alatt a, a törzset, a nemzetséget értjük, nem minden hegyi, hegyi vezető vagy teherhordó serpa vannak, ezt gurungok, tamangok, csak ugye rá, tehát hogy rá, kicsit rájuk ragadt ez, hogy aki teher serpa. Szóval a lényeg az, hogy, hogy ők utána a gyerekeiket próbálják iskolába járatni, hogy akkor esetleg már inkább a turisztikában érvényesüljenek, van, aki vissza jön Katmanduból többet. És ehhez, ehhez nyilvánvalóan az a pénz kell, amit megkeresnek az expedíciózás során. Kiépült egy kvázi e, turisztikai iparág, e, egy magas hegyi e, vezetett expedíciós e, turisztikai iparág erre az egészre. A hegyi vezetés létezik 150 év az Alpokban is, ugyanezt tapasztalható a nagyobb hegyeken, és ennek pontosan az a lényege, hogy minél több embernek kínáljanak lehetőséget arra, hogy elérjék az álmukat, e, adott esetben azzal a ráfordítással, amit ők rá tudnak fordítani. Nem mindenkinek van arra ideje, energiája, kedve, hogy 15 évig mászon hegyet, és aztán saját erőből nekivágjon. Van, aki azt mondja, hogy én nekem az a cél, hogy, hogy fölérjek oda, azt szét akarok nézni az Everest csúcsáról. Mindenféle motiváció van ebben, és akkor, és akkor, ahhoz nekem kell a segítség. És akkor azt mondják, hogy jó, oké, most már van olyan asszisztencia, hogy mi ezt nagy biztonsággal tudjuk neked állítani, hogyha fizikailag felkészülsz, akkor felkísérünk, és lejössz élve. Nagyon sokan vannak most már, akiknek ez az első, és az utolsó csúcsa is az Everest. Tehát nem másznak hegyet előtte. Nem kell. F kell egy alap fizikai kondíció, felkészülsz rá két évet. Ha maratont lefutottad, szerintem még egy évet ráteszel fizikai készülésre, egészen átlagos képességű embereket is fel tudnak oda kísérni. Ettől nem lesz nyilván könnyű, tehát ezt felejtse mindenki, hogy akkor ez most úristen milyen rettentő könnyű, mindenkinek nehéz, de az az alap, hogy egy hegyet, egy 8000-es megmászni nehéz, viszont az oxigénnel, az asszitenciával, mindent, amit a fenekedre rátesznek, azzal eh, nagyságrendekkel lesz könnyebb, mint hogyha anélkül próbálkoznál. És azért az, hogy 600 ember főjött minden tavasztal körülbelül az Everestre, az, az szerintem elég jól mutatja, hogy, hogy, hogy ez tényleg egy elérhető dolog, és elsősorban pénzkédés, mert ezek azért a kereskedelmi expedícióknak a költségei, ezek nagyon drága dolgok. Tehát ott nem tudom, 40 ezer dollártól indul nagyjából most már az olcsó operátoroknak az a díja, és megy ez egészen 120-130 ezerig, attól függ, hogy milyen luxus kérsz az alaptáborban meg közben. Tehát létezik egy ilyen, ilyen, iparág, gyakorlatilag teljesen laikusokat is fel tudnak oda vinni. Ennek azonban megvan az a veszélye, hogyha nem szűrik ezeket a laikusokat, és nincs megfelelő szakértelem, akár a, a hegyi vezetők részéről is sajnos vannak ilyen hegyi vezetők, itt is megtalálható minden a spektrumnak a két végpontján, a tök profi nyugati, tök profi serpa hegyi vezető, és megvan a, 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 jóval kevésbé tapasztalt hegyi vezető, aki, hogyha baj van, akkor max saját életét tudja menteni, vagy még az sem. Tehát ez mind-mind ez, ez, ez tapasztalható, és hogyha ha beüt a krak odafönn, és, és, a, és kliensed bajba van, kifogy az oxigén, és nem tudsz neki se segíteni, mert, mert nem tudod úgy, úgy tehát nincs meg az a kontroll, hogy, hogy önállóan döntsön, vagy bármi, akkor az a kliens fog meghalni odafönt. És az idén pontosan ennek a következményeit láthattuk, mert 12 kliens halt meg a hegyen, majdnem mindegyik, azt hiszem kettőtán leszámítva, az egyik nem volt hajlandó még az alaptáborból sem orvoshoz menni, kényszerrel vitték végül gyakorlatilag helikopterrel több nap után, mert ő mindenképpen fel akart menni. Tüdőbeteg volt, borzasztóan rossz állapotban. Levitték Luklába, másnapra meghalt. Volt egy, egy, 60 fölötti amerikai orvos a kettes táborban, aki szintén magas hegyi betegség tünetei miatt halt meg, ő azt hiszem második vagy harmadik alkalommal próbálkozott az Everesten, és a többiek mind 8000 méter fölött haltak meg csúcsmászás közben, vagy csúcsmászásról visszatérve, mert egyszerűen nem bírták ki fizikailag azt a terhelést oda-vissza, és, és, a serpályok nem tudott rajtuk segíteni. Ez mind-mind a kvázi alkalmatlanságnak, a felkészületlenségnek az eredménye. Ez sajnos ki kell mondani, ez tényleg így működik. Ez egy veszélyes, veszélyes ö, extrém sport és egy veszélyes ö, extrém turisztikai ö, szolgáltatás. A, nem bírod megvásárolni pénzen a sikert, tehát valamennyit bele kell rakni nyilvánvalóan. És nagyon-nagyon sok olyan mászó, olyan Indiából, ö, dél ázsiából akiknél konkrétan az indiaiaknál társadalmi státusz szimbólumot jelent, hogyha valaki megmászta az Everestet. Tehát ezért nagyon-nagyon sokat hajlandók ők áldozni és, és azért ebben vannak, vannak olyan dolgok, amik nem feltétlenül a, a, hogy mondjam, az őszinteségből indulnak ki, meg, meg minden. Tehát nagyon sokféle népek járnak oda, akik, akik szeretnék elérni a csúcsot. Van, aki tényleg megcsinálja ezt, hogy végigjárja a hegymászó ranglétrát, csak nem elég magabiztosabban, hogy, hogy egyedül induljon el, ezért inkább azt mondja, jó, akkor viszont kérek egy hegyi vezetőt, kérek egy serpát, esetleg kérek oxigént, mert tényleg én, én, én nem akarok annyit kockáztatni, csak szeretnék, nagyon szeretnék oda felmenni. És akkor neki ezt a lehetőséget megadják, és gond nélkül megcsinálja, és vissza fog jönni. Ha én most oda megyek, akkor találnék olyat, aki engem oda fölvinne, annak ellenére, hogy... Nem tudnám neki bebizonyítani, hogy lefutottam a maratont, és utána még egy évet készültem erre? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem látom az összes operátornak a szűrési protokollját. Szóba került ez a kínai hölgy, aki, aki ugye bajba került, és őt egyébként menteni kellett végül lefelé, tehát nem csak a csúcsról, hanem lentebb is, napok itt tartott, mire le tudták hozni. Ő mászhatott volna Kínából is, hiszen ő ott van otthon. Ott, ott kezdődik, hogy 8000 méteres csúcsot kérnek ahhoz, hogy az Everestre megpróbálhass fölmenni. Éppen ezért a kínaiak azt csinálják, akik nem akarják ezt végigjárni, hogy átmennek Nepálba, és ott nem kérdeznek semmit ez általánosítás, és nem így van. A nyugati operátorok azoknál majdnem biztos, hogy kérni fognak korábbi, nem tudom, legalább 7000 méteres mászást, hogyha ha nincs, akkor, akkor szerveznek neked egyet, és azt mondják, jó, akkor figyelj, várjál még egy évet, eljössz velünk ide meg oda. És akkor, ha ott látjuk, hogy minden frankó, akkor, akkor hajlandóak vagyunk téged felvezetni oda. Van egy osztrák cég, a Furtenbach Adventures, Lukas Furtenbachnak a, a cég, ez egy nagyon-nagyon régi osztrák iroda. Ők például azt hiszem, hogy 50%-os visszafordítási arány Bírnak a jelentkezésnél is. Uh -huh. Viszont, ahogy erről beszéltünk, hogy, hogy azért, azért ott Nepálban egy elképesztő szegénység és egy nagyon-nagyon nehéz gazdasági helyzet van, azok a cégek, akik ebben meglátják a lehetőséget, adott esetben elmennek addig a szintig, hogy, hogy, oké, jó, figyelj, ők, velük nem mész, gyere hozzánk, majd mi viszünk. És, és akkor azért a 35-40 ezer nem tudom mennyi dollárért egy jóval kevésbé felkészült infrastruktúrával azt mondják, hogy, oké, gyere. De, de, azt tudod nagyon jól, hogy ezért írd alá itt, hogy mi nem vállalunk igazából komoly felelősséget odafönt semmiért, és nem is tudják őket semmilyen szinten felelősségre vonni. kicsit ilyen, ilyen Piaci szabadrablás is zajlik azért az egyik szegmensében. Ez, tehát nem annyira szép, fekete és fehér ez az egész történet, hanem, hanem nagyon sok szürke zóna van. És nagyon nehéz ezt egyébként átlátni. Tényleg szerintem még én is csak a felszínt kapirgálom meg így páran, akik ezzel foglalkozunk és napi szinten követjük az ottani híreket és eseményeket, mert mert azért vannak ott olyan, olyan farkas törvények, amiket mi nem feltétlenül látunk, látunk át. Én olvastam valahol, hogy pont emiatt, hogy ilyen szabályosan tömegek alakulnak ki az Everest környékén, hogy a profimászók is lassabban tudnak haladni, mert hát előfordulhat olyan, hogy egész egyszerűen bedugulott az útvonal. Tehát ennek akár veszélye is lehet, akárkire nézve, a profimászokra nézve, a felkészületlenebbekre nézve, hogy ilyen tömegek mennek föl, és hát gyakorlatilag kontrollálatlanul adnak ki engedélyeken? Abszolút. Igazából a profimászók inkább azt mondom, hogy már kerülik a 8000-eseknek főleg a normál útjait. Nem sok olyan cél van már, amit mondjuk profimászó ilyen ezeken az utakon egyáltalán még még keres. Nyilván maga az oxigén nélküli megmászás az Everestnek normál után az továbbra is egy borzasztóan nagy kihívás, ami elismerést érdemel. Van, aki megpróbálja ugyanezt mondjuk még úgy, hogy esetleg lesi el vagy egy nem normál úton próbál fölmenni, de alapvetően uh, tavasszal, amikor a tömeg van, a hegymászó azért megy a hegyre, mert ott nincs ember. Normál esetben, tehát egyedül akar lenni, meg magában, meg nem tudom, vagy a társaival, tök mindegy, pici kis közösségek, ez nagyon-nagyon kellemes, de ez már rég nem erről szól. Uh, amit említesz, hogy, uh, hogy mennyire veszélyes, legfőképpen akkor, amikor sorba kell állni, mondjuk két helyen, mondjuk a kumbu ez, uh, ez, egy ilyen össze-vissza uh, jégfolyam, amiben mondjuk képzelj el hogy nem tudom, 5 és 10 emeletes házaknak ilyen, nem tudom, pár méter széles oszlopai állnak ott valameddig, és ahogy mozog a jég, néha ezek ledőlnek rá az útra. Ha te ott vagy, akkor véged van. E, ott várakozni, több száz embernek egy-egy olyan létrán áll, ahol fölfele kell menni, e, mondjuk egy órát vársz, mire át tudsz rajta jutni, az az egy óra, az pont azt jelenti, hogy lehet, hogy az egy órát fog rádomlani a jégtömb. E, azt nehezen lehet úgy kikerülni azt a, azt a részt, hogy, hogy, teljesen biztonságos legyen, az a legnagyobb veszély egyébként az Everestnek a déli normál útjának. A másik pedig egészen fönt magasan, amikor a csúcsmászó körre mész, akkor akkor a bármelyik részén a, a, a normál útnak fönt a 8100 méter fölött akárhol, hogyha dugó alakul ki, és te ott állsz oxigénpalasz használata nélkül a sorban, akkor neked iszonyatosan nő a fagyási veszély, mert nem mozogsz, ugye az oxigénpótlás hiánya miatt sűrűsödik a véred, nem jut el elég, elég oxigén a végtagokba, és ugye mellette plusz hideg van, ezért sokkal hamarabb fölmerül a végtagfagyásnak a veszélye, azt, azt nem lehet hosszú ideig bírni. Szilárdnak egy nagyon jó barátja, David Götler, ő harmadszor jutott fel, harmadik próbálkozásra jutott fel nélkül, az Everestre világlasz és alpinistáról beszélünk. Az előző egyik alkalomnál egy órát állt sorban a déli csúcson 8750-en, és ott visszafordult, mert azt mondta, hogy ennél többet nem bírok. Tehát egyszerűen, hogyha tovább várok, akkor akkor az életem forog kockán. És akkor gyakorlatilag a tömeg miatt kellett visszafordulni. A Sziállának most ilyen nem volt, de valóban ez a tömeg, ez, ez, ez sajnos létezik, és alapvetően igazából most már ezek a csapatok diktálják azt, hogy mi történik a hegyen tehát nem nagyon tudod őket kikerülni, mert ugye egy, a normál úton ott fajta ösvény van, nem tudsz 10 méterrel arrébb egy másikon menni, nem tudsz magadnak egy saját kötél, fix kötelet kipakolni, ki, mert azt a serpák teszik, és hogyha te abba mondjuk beleszólsz, akkor lehet, hogy megorolnak rád, mert ők, ők, irányítanak. Olvastam olyan cikket, nem tudom, hogy igaz-e, hogy akár ez a turizmus jelleg, meg hát nyilván az is, hogy egyre több dolgot értek már el hegymászók, ahogy telik az idő, sarkalja arra a mászókat, hogy extrémebb és nehezebb dolgokat csináljanak, mert kell is ahhoz, hogy, hogy legyen szponzor, hogy legyen címlap, meg hogy egyáltalán legyen az a siker, amit, amit szeretnél elérni te egyedül, vagy kevesek egyikeként, ez így van-e? És ha így van, akkor ez milyen irányba viszi a hegymászást általában? Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és nem biztos, hogy belefér az időkeretbe. A hegymászásnak a király kategóriája az az. Van alpi... Két percünk Na jó, tehát a hegymászás király kategóriája az, az alpin stílusú hegymászás. Ez azt jelenti, hogy nem, nem ilyen expedíciós történet, pontosabban expedíciós, de nem az a tradicionális stílus, mint hogy táborláncot építünk fix kötelekkel, és akkor fölalá mozgunk az aklimatizációval, és akkor végén van egy csúcsmászás, hanem az alpin stílus az a legtisztább sztori. Fogod a hátizsákodat, a felszerelésedet, az élelmedet, a tudásodat, oda mész egy hegyre, ami most már inkább olyan választások vannak, hogy senki nem járt rajta, vagy próbálkoztak többen, de nem jutottak föl. Meredek, havas, jeges, sziklás falak, akár 1500 méter magasak, és ezek ilyen 6000 méteres csúcsok, vagy annál magasabb csúcsokon szoktak zajlani, és ott megpróbálsz egy teljesen ismeretlen terepen végrehajtani egy olyan mászást, amit előtte senki nem csinált. Maximum 40 év után megismételsz valamit. Ezek azok a, a, a legnehezebb kihívások, ahol totális az ismeretlen, tehát ott nincs az, hogy tudod, hogy 200-an megmászták az Everestet palac nélkül, még ennyi sincs. Az sincs, hogy ott valaki fölment. Azt se tudod, hogy, hogy fölérsz, hogy túléled, hogy mi lesz. Ez, ez most a, a csúcsa igazából a, a, a ennek a műfajnak. Ezért osztják a, a, a hegymászás oszkáriát a piolett dort, az aranyjégcsákányt és valóban itt mindig van egy olyan, hogy, hogy egy picit mindig arrébb teszik a lécet, mert, mert egy idő után minden falat, minden hegyet megmásztak, és akkor ugye másképp tudod, tehát nem nagyon maradnak már olyan célok. Mondjuk rengeteg megmászatlan hegy van, több száz egyébként, amit, amit még így meg lehet célozni. Még a 8000-eseknek is van egy-két olyan fala vagy útvonal, ahol nem jutott fel ember, de ezek már óriási or kockázatot jelentenek, és ezért nincsenek tömeges mászok, hiszen ezt a szintet is nagyon-nagyon kevesen tudják, pár száz ember talán a világon. Mi magyarok, jók vagyunk ebben? Én azt gondolom, hogy nagyon főleg, hogyha visszanézünk egy picit a múltba, Osváth Attila, Dékány Péter, Erős volt, olyan nevek, akik, akik világklasszis mászásokat hajtottak végre, éppen ezért uh, hívta újra életre a Magyar Hegyi Sportmászó Szövetség a Nemzeti Hegymászó Válogatottat, uh, hogy a fiatalokat, uh, tehetségeket uh, korábbi nagyobb mászók, uh, illetve hát tapasztaltabb mászóknak a segítségével egy picit uh, mentorálva újabb nagyszerű eredményeket érjenek el, és ugye, tavaly például volt egy első megmászásuk Pakisztánban, ahol a világon elsőként ők jutottak fel egy majdnem 6000 méteres csúcsra, aminek azért nemzetközi híre volt. Tehát van, van azért utánpótlás, és nem feltétlenül a 8000 méteres csúcsok felé. E, abban a tekintetben azt gondolom, hogy most itt Magyarországon nagyon-nagyon kevés olyan ember van, aki, aki aki ezt a hagyományt, amit, vagy ezt, ezt az utat, amit Szilárd is járt, ezt tudja folytatni, vagy akarja folytatni. De vannak számos kiváló mászóink attól függetlenül, hogy alföldi országok, ország vagyunk, ott, ott tudunk lenni az elejében. Pintér László, hegymászó, szakíró, Suhajda Szilárd expedíciójának sajtósa volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm a megkívást.